Közúti baleset történt a 25-ös főútegér és Kerecsend közötti szakaszán. Október 31-én tájékoztatta televíziónkat a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság. Úgy tudjuk, az Eger felé közlekedő gépjármű egy kanyarban átsodródott a szemközti sávba, ahol egy másik autóval ütközött. Az átsodródó jármű vezetője a helyszínen életét vesztette, a másik sofőrt kórházban ápolják, utasokat nem szállítottak. A rendőrök a balesettel érintett útszakaszt a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljesen lezárták.